Sziasztok és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy népszerűtlen véleményekes videó. És mielőtt belekezdünk, egy kicsit még beteg vagyok, talán hallatszódik a hangomon, ezért elnézést kérek. És van egy kis háttérváltozás is. Felszereltem a Basic Bitch ledjeimet, de nekem nagyon tetszik, és ilyen mindenféle színű lesz majd, ahogy éppen kinézek. Szerintem nagyon bagesz. Már lőttem egy pár képet is előtte, és nagyon-nagyon tetszik, de majd mondjátok el ti is. Ezen kívül kiraktam a kis popfiguráimat, ez a kékes-zöldes színű oldal, ez meg így a pirosas-sárgás oldal. És akkor így nagyon bagesz, na mindegy. A mai videóban nagyon random, népszerűtlen véleményeket fogtok hallani. Mindenféle témával kapcsolatban, csak úgy, ahogy kipattan a fejemből. Ha valami olyasmit mondok, amihez van hozzáfűzni való, nyugodt írd le a komment szekcióba, és akár a sajátodat is lent hagyhatod, és akkor tudunk csinálni egy ti népszerűtlen véleményetekes videót, úgyhogy ha kíváncsi vagy rá, akkor ne kattints sehova. Na, hány ember fog leiratkozni ezután a videó után? Alig várom a számokat. Az első. Betiltanám a közterületen dohányzást. Ha van valami, amit de kurvára utálok, az a cigi. Büdös, koszos, szemetel, és úgy szívom, hogy nem akarom szívni. És őszinte leszek veletek, én leszarom, hogy te mivel mérgezed a te testet, te döntésed, jó? Te kurvára leszarom, de tényleg nem érdekel. De nekem miért kell szívnom a te büdös, szutykos, hátrányos cigi füstödet? Miért? Megkérdezted? Nem kérdezted meg. Simán csak rágyújt ez az utcán, azt mindenki szívja, ahol éri. Itt Szegeden nem tudok úgy elmenni A-ból B-be, hogy valakinek ezt a büdös, redva füstjét ne szívjam. Én nem akarok rákot. Passzív dohányzásból is simán kialakulhat egy csomó olyan szélszabb betegség, amivel utána rohangálhatsz kórházba életed végéig. De hogy az én már? Én nem akarok rákot. Én akarom szívni. Én azért nem dohányzok, mert nem akarok. Nem pedig, jaj, csak passzíva. Nem. Legyen betiltva. Legyen nektek egy ilyen kis fás, elkerített szar, ahol tőlem úgy szívjátok, hogy akarjátok, de az, hogy állok a megállóba, meg gyerekek, meg öregek, és akkor mindenki szívjanak az egy gyökérnek a füstjét, aki nem, hogy olvas nem tud, mert ki van írva a megállóba, hogy dohányozni tilos, de még a piktogramokat sem ismeri, hogy ne dohányozz a megállóba, de hogy mindenkit zavar. Csak senki nem szól. Én néha szoktam, mikor a szarnapom van, akkor beszólok, hogy lehet, hogy gyökér vagy, de hogy még olvasni sem tudsz, dob már el azt a kurva cigit. És a másik, ha már itt tartunk. Ott van melletted 2 méterrel a kuka. Nem. Elszívod, azt így elpöcinted bele az univerzumba. 2 lépés. 2 lépése van az a kurva kuka, ami üres, ki van ürítve, nincsen teleszemetelve. És nem bírod kidobni oda a szájba kurt cigidet. Fú, az ilyet ütném agyon, büntetném meg, tiltanám ki. Fú, nagyon-nagyon idegesít az összes kurva megálló, amit használok, tiszta, cigicsikkes. A fű, a beton, az út, a bármi el van dobálva, és ott az üres kuka, ott senki nem dobja bele. Fú, ha valami fölbasz, akkor ez kurvára. És ha már itt tartunk. 2. Ha valaki láncdohányos, azt ne adj Isten, rákos lesz tőle. Nem adnék neki kezelést. Ja, nem is lennék orvos pontosan ezért. Tudom, hogy az orvosás nem így működik, meg orvosként nem döntheted el, hogy jaj, ő ártatlan, őt ellátom, ő szerintem szarember, őt nem látom, tehát én ezt tudom, hogy nem így működik. De ott van az összes kurva cigis dobozon, minden csomagoláson, hogy rákot okoz, belehalhat. Aztán amikor tényleg rákot okoz neked, akkor meg mély sírva az orvos, az, hogy jaj, rákos vagyok. Ez a tettégnek a következménye, én úgy érzem. Senki nem köteles senkit arra, hogy dohányozzon. A dohányzás az egyetlen olyan legális dolog, ami még csak kismértékben sem jó. Addiktív, koszos, büdös, egészségügyi problémákat okoz,
te is koszos, büdös leszel tőle, a körmödbe sárgul, a fogad sárgul, a maga bőrödből fog jönni ez az ocsmány szag. Mondom, mindenféle rákat okoz, tehát torokrák, garatrák, tüdőrák, rák, agyrák, tehát rengetegféle következménye van. És hogyha valaki 15-30 évig láncdohányos, utána meg megy az orvoshoz, hogy jaj, segítsél már, rákos le. Számomra nem. 3. Kötelezővé tenném, hogy minden ember legyen szervdonor. Ez a másik olyan dolog, amit amúgy nem értek, hogy így a logikája mi mögötte. Ha te életedben nem egyezel bele abba, hogy halálod után szervédet adományozod, akkor nem lehet. Tehát ott fekszel, meg vagy halva, tegyük fel, mondjuk szívinfarktusban meghalsz fiatalon, még van tök jó májad, veséd, egyéb dolgaid, amiket át lehet ülteni, és nem lehet azt kivenni. Illegális. Ha jól tudom, de javítsatok ki, ha jól tudom, a rokonai szülét sem egyezhetnek bele 18 éves korod fölött, hogy igen, megengedem, hogy odaadjuk. Nem. Ha te életedben nem mondtad azt, hogy nem, vagy igen, akkor nem lehet. Ekkora baromságot még egyet? Annyi emberen lehetne segíteni. És tegyük föl, egészen véletlen, előtt egy autó, azt meghalok. Mondjuk megsérül a gerincem meg a koponyám, abba halok bele. Teljesen jó szervém van. Nekem már az kell. A koporsóba. Nekem az kell még? Kurvára nem. Viszont cserébe megmenthetnék vele 4-5-6, attól függ, mennyi mindent lehet. Nem tudom amúgy, hogy mennyi szervet lehet ide-oda adogatni, de meg tudnék vele menteni 4-5-6 embert. A szervátültetésre a lista éves hosszú. Évek, mire kapsz szervet. Mert nincs. Nincs. Tehát, hogyha ugye legálisan szeretnél, akkor évek. Hogyha illegálisan, meg sok pénzed van, és nem tudom, akkor akár azonnal is, de hát tudjuk, ahhoz embert kell ölni, mert azért illegális. Tehát, hogy ott vannak kisgyerekek. Ott vannak olyan fiatalok például, vagy olyan felnőttek, akik tényleg semmi rosszat nem csinálnak, akarnak dolgozni, akarnak rendesen élni, szervekre várnak, és így nem kaphatnak. Szerintem ez full logikátlan. Tehát ha már meghalok balesetbe, vagy mit tudom én, szomorú, ezek szomorú dolgok, hogy az ember hamarabb meghal, mint mit tudom én, 80 meg 90 éves kor. De ha már így alakult, akkor nem lenne tök jó dolog, hogy az ő halála másoknak az életét segíteni? Szerintem ez egy jó dolog lenne. És hülyeség, hogy nem így van, úgyhogy ezen tök jó lenne változtatni. 4. Várom a sértődőt anyukákat a komment szekcióban ezután. De légy szíves, azért hallgassátok már végig, amit mondani akarok. Attól, mert te szülted, még nem leszel jó szülő, csak szülő. Kifejtem. Sokan úgy gondolják, hogy attól, mert gyereket szültek a világra, ők már hirtelen jó anyák. Vagy attól, mert férfiként nem hagyja ott szülés után rögtön az asszony, ő már jó apa. Ezt nem te fogod meghatározni. Attól, mert te csináltad, még nem lesz érte jó, csak szülő. Az, hogy te jó szülő vagy-e, azt majd a gyereked fogja megmondani. Majd a gyerekeden fogod látni. Majd a gyerekeddel való kapcsolat fogja megmondani azt, hogy te tényleg jó szülő vagy-e. Nem pedig az, hogy wow, sikerült valaki teherbejtni, vagy wow, sikerült teherbejtelem, én már rögtön jó anya, meg jó... Nem. Nem ebből áll. Nem ebből áll, hogy valaki jó szülő. És ezt, mondom, nem akkor fogod tudni, ezt majd csak idővel fogod tudni, hogy milyen a kapcsolatod a gyerekeiddel. Hiszen szülhetsz 15 gyereket is, hogyha csak egy tartja veled a kapcsolatot, mert mondja kér vagy. És ha már itt tartunk, 5. Csak azért, mert valaki a szülőd, nem kell őt szeretned. És csak azért, mert valaki a gyereked, nem kell őt szeretned. Sokszor kapom meg én is ezt a bullshitet, mert én nem vagyok jóba az anyámmal, egy jó pár éve, hogy de hát ő az anyukád! És most kétfelé veszem, tehát mindjárt beszélek a másik oldalról, gyerek szemmel. Ha a szülőd toxikus, vagy idióta, vagy drogos, vagy vertéged, vagy
mit tudom én, nem ad neked enni, vagy ilyen-olyan dolgokra készít, vagy bármi, bármi ilyesmi, nem kötelező szület, mert az egy szar szülő. Pont. Csak azért, mert világra hozott, vagy megcsinál, nem kötelező szeretned. Szülő oldalról. Simán előfordulhat az, hogy te tényleg egy jó ember vagy. Egy jó szülő. Tényleg egy olyan ember, aki odafigyel a gyerekére, mindent meg akar neki adni. Tényleg mindent úgy csinál, mint ami a nagykönyvben meg van írva, és simán lehet, hogy a gyerek egy gyökér lesz. Benne van a pakliban, hogy a gyereked egy ütnivaló szardarab lesz. A társadalomnak az alja. Simán lehet. Sose tudhatod. Lehet, hogy kerül egy olyan társaságba, lehet, hogy alapvetően van vele valami olyan, lehet, hogy szimplán csak ilyen, bármi, annyi oka lehet. Nem kötelező szeretnem. És szintén egy másik bullshit, amit ugye rengeteg true crime videót nézek, és nagyon sokszor, és ezt annyira nem értem. Mit tudom én, ott van a gyereke, kinyírt 5 nőt. És akkor jaj, szeretnem kell, mert a fiam. Nem. Nem. Hogyha gyereket elkövet valami pedofil, megerőszakol embereket, kinyír embereket, nyomorékká tesz embereket, nem kötelező csak azért szeretned, mert gyereked. Nyugodtan azt mondhatod, hogy figyelj, drága kislányom, kisfiam, kidagadlak, vagy köszönjük szépen, ennyi volt. Tehát, hogy nem kötelező. Mert simán lehet az, hogy minden effortot beleadsz, és egyszerűen a gyereked gyökér lesz. És simán lehet, hogy ez önhibádon kívül van. És nyugodtan mondhatod szülőként azt, hogy bocs, de a gyerekem nem szeretem. Azt is mondhatod, hogy megbántod. Erről is nem szoktunk amúgy beszélni, de most nem teljesen élik a témához, úgyhogy zárójelbe mondom. Azt is nyugodtan mondhatod, hogy megbánod. Mert vannak, akik megbánják, egy csomó nő megbánja. Mert nem olyan. Mégse tetszik. Nem olyan, mint hogy leírták meg, hogy elmondták meg. Hát ez sokkal nehezebb, mint gondoltam. Ezt is nyugodtan el lehet mondani. Ezzel nincsen semmi baj. 6. Kicsit már más téma. Mindenki szígyja a mai fiatalokat, hogy jaj, milyenek. Mind ugyanilyen nyomorult, faszopult, gyakér, bunkók vagyunk. Mind. Én is voltam fiatal, hasonlóan nyomorult voltam 12-14 évesen. Te, aki esetleg idősebb vagy nálam és nézed ezt a videót, te is voltál fiatal, te is egy nyomorult, gyökér, bunkó voltál 12-14 évesen. Apáink ugyanilyen nyomorult, bunkó gyökerek voltak 12-14 évesen. A különbség mindig csak az, hogy éppen mi az aktuális környezet. Mert lehet, hogy a te idődben ez a fajta viselkedés az már hú, micsoda dolog lett volna, de nem tudod összehasonlítani az 50-es évek kommunizmusát a 2020-as évek Kelet Magyarországával. Nem teljesen ugyanaz. Természetesen én is láttam. Miket láttam, te jó Isten? Például 3 srác, maximum éppen 18 éves, de maximum éppen, az a szórakozott a trolli megállóba fényes nappal, hogy még tudja a másikat szemet csulázni. Yep. Jól hallottátok? Ott mellettem. De ha ebből levonnám azt a következést, hogy minden mai fiatal ilyen gyökér, akkor pontosan olyan sutyó nyomorék lennék, mint az összes boomer, aki ugyanezeket a mondatokat szokta puffogtatni. Mert mind tudjuk, hogy ez nem igaz. Mert a mai fiatalok között is vannak nagyon alják, meg nagyon normálisak. Éretlen gyerekesek, akiknek semmi kerestivalójuk a nagyvilágban, és olyanok, akik már 14 évesen több észre rendelkeznek, mint a mai 40-50-60 éves korosztály. Bőven. Úgyhogy ne szidjuk a mai fiatalokat, mert mi is voltunk annak idején mai fiatalok, és ugyanilyen nyomoroltak voltunk. 7. A celebek a legnagyobb veszély jelenleg a gyerekekre, nem pedig a melegek. Erről majd egy külön, hosszabb videót fogok csinálni, de már itt is szerettem volna megemlíteni, hogy ha valaki azon ízél, hogy úgy, ugye beszéltünk már itt a gyermekvédelmi törvényről talán 2 vagy 3 videóban is, így a melegek, meg úgy a melegek, úgy a... Fasorba sincsenek a meleg propaganda, ami nincs így, nem létezik így.
ahhoz képest, ami a celebség itt Magyarországon. A celebek nagy részét, nem akarom a kiirtani szót használni, mert az azt vonná maga után ez a szó, hogy megölni. De hogy akik jelenleg most celebek, nemhogy börtön. És tudom, hogy én mondok ilyet. Nemhogy börtön, munkatábor gyerekek. Ez az undorító alja dolog, ami megy a tévében, ami megy a hírportálokon. Gyerekek, nincs tévém! Kikövettem a hírportálokat, és most is már megint minden tudok arról, mi folyik a való világ 11-ben, bazd meg. Miért? De nem tudom kikerülni. Mindent kikövettem. Mondom, nincs tévém, nem nézek tévét. Tudom, nagyon edgy, nagyon izé. Senki nem néz ma már tévét, mert ami a tévében megy, az aljának az alja sokszor. Főleg RTL TV2 főműsoridőben. De hogy még így is elérnek ezek a dolgok hozzám, és amit látok, az már több, mint felháborít. Több, mint felháborít. És ennek lesznek olyan következményei, hogy olyan gyerekek fognak kialakulni ezután, mint a zsebibaba, hogyha nem ismered, semmi probléma, majd fogok róla mesélni, akit egy, nem tudom, 2-3 évvel ezelőtt talán nagyon felkapott a YouTube is, amúgy én is akkor találkoztam vele először, és először én is ki voltam akadva, hogy úristen, Jézus, hogy úristen. De aztán belegondoltam, hogy ez nem a kis csaj hibája, és kurvára nem őt kéne utálni, hanem ezt a nyomorult, celeb világot, amit kitermelünk. És hét, ha már itt tartunk, ha te ilyeneket nézel, nem öniróniából, hanem mert érdekel, nem tudok szavakat mondani ezekre az emberekre. Tehát ha te tényleg azért kapcsolatban nagy ült, mert érdekel, neked nagyon szar életed lehet, hogy ez érdekel téged. Ha te úgy nézed a való világ 11-et, hogy jaj, érdekel, mi történik, nem pedig öniróniából, hogy be vagyunk már baszva, itt a vél egy házból, azt, ha nézzük való világot. Tehát ha te ezt tényleg komolyan nézed, akkor neked valami kurva problémád van. Mert ez nem szórakoztatás, ez a társadalom legaljának a kitermelése, és már nem azért, de akármelyik nyomorult megnyeri azt a való világot, abból celeb lesz, sőt, már a feléből celeb lesz, hogyha nagyon ügyes, és milliókat fog keresni. Ezek az emberek, akik egy rendes, értelmesen kimondott magyar mondatot nem tudnak összerakni. Akiknek az a menő, és ezzel menőznek, hogy nincs munkám. Én egy ilyen veszekszős, mindenkit utálok, ribanc vagyok. Meg akarom magam mutatni. Mit? Mert hogy nem az IQ-dat baszod. És ezeknek kurva sok pénze lesz, kurva sok lehetősége lesz, és tök mindegy, hogy te utálod, vagy nézed, vagy tök mindegy. Neki lehetőségé lesz, míg mi meg dolgozni fogunk évbérért, meg venni az ástoppos kajákat, amiket nem is tudsz megvenni, érted? Számomra ez fú, és aki ezeket nézi, aki ezekre rákattint, akik ezt nekik lehetővé teszik, az számomra alja. Nem gondolom, hogy az ilyen emberekkel én tudnék értelmes beszélgetés folytatni. 8, talán 8, nem tudom, ideig már nem tudok elszámolni. Kicsit más üzekre elvezünk. Hobbik. Nyugodtan lehetsz szara hobbitban. A lényeg, hogy jól érezd magad. A másik dolog, ami tudom, minden fölbasz, én ilyen vagyok. De én nagyon-nagyon utálom azt, amikor emberek úgy tekintenek a hobbira, hogy ez ilyen izé, ez a hobbim nekem, ebben kurva jónak kell lennem, és hogyha nem, akkor így idegbeteg vagyok, és rosszul érzem magam. A hobbinak az a lényege, hogy jól érezd magad közben. Kikapcsol, elfelejted a, mit tudom én, gyerek, munka, pénz,
hitel problémáidat így kikapcsol, és így jól érzed magad benne. És lehet szar a hobbitban. Simán lehet az, hogy az a hobbit, hogy szeretsz karaokizni állni, és így botfüled van, és nem tudsz énekelni. Nem kell, hogy te legyél a következő Mariah Carey, érted? Csak érezd jól magad, és kész. Jól érzed magad? Fasza. Mit tudom én, akár cosplayes hobbinál is láttam egy ilyen beszélgetést, és nagyon-nagyon felcseszett a dolog. Még hogyha úgy érzed, hogy béna is, amit csinálsz, tök mindegy, élvezted megcsinálni? Ha igen, akkor tök jó, ez egy hobbi. Ugyanúgy például, vagy amikor én videójátékozok, nagyon szeretek például lolozni. Nem mondom, hogy mindig kikapcsol, de amúgy szeretek játszani így a barátaimmal. Nagyon sokszor ott van rosszul játszok, gyerekek. Nagyon rosszul játszok. De élvezem. Próbálkozok, élvezem. Ó, van egy új skinem, ó, most így legyünk csapatban, ú, ez most sikerül, ú, most találjuk ki valami stratégiát, próbáljuk ki. Ha-ha-ha, nem sikerül, tök mindegy, kövi játék. Tehát, hogy így nem szabad rá görcsölni arra, hogy nekem jobbnak kell lennem, és ízé. És ezt majd úgyis el fogom majd egyszer mondani megint, hogyha majd elkezdek játékos streamelni, mert akkor majd látni fogjátok, hogy kurva szar vagyok benne, de én tökre élvezem. És ez a hobbinak a lényeg. 9. Azokat a srácokat agyon tudnám ütni, akiknek az az első gondolata, amikor megkérdeznek egy lányt, hogy mit szeret csinálni a szabadidőben, és az a lány mond valami fiús hobbit, hogy elkezdik kikérdezni. Az ilyen fiúk amúgy mi a kurva anyámat csinálnak? Kaptam én is ilyen kérdést, én csak körbe röhögtem, még csak nem is válaszoltam, amikor többször említettem már, hogy szeretek videójátékozni, meg úgy alapvetően ez egy tök jó hobbi. Én nem gondolom, hogy ez egy fiús hobbi. A videójáték, sőt a népszerű videójátékoknál fele-fele arányban játszanak lányok, tehát például akár Cségót, vagy Lolt, vagy ezért is. Meg számomra nincs olyan, hogy ez fiús játék, meg lányos játék, tehát videójáték. Ugyanúgy nem gondolom, hogy a fiúk gamerek, én meg gamer girl vagyok, mert gamer vagyok én is. Az, hogy punci van a lábam között, vagy fütyülő, szerintem semmit nem ad hozzá, vagy nem veszel abból, hogy valaki játszik. És amikor erről beszéltem egy videóban, akkor volt valaki, aki írt egy ekkora kommentet, hogy igen, te szoktál videójátékozni? Akkor mondd meg, hogy ennek a játéknak, ami ekkor jött ki, ebben a szereplő érzés, így ilyen kibaszott, hosszú, barokkos körmondatban rendesen kikérdezett. Én csak kiröhögtem, mert nem ez az első amúgy, tehát hogy nem is az utolsó. De hogy így miért? Miért? És ugyanúgy, hogyha egy lány azt mondja, hogy szereti a focit, szereti a Form 1-et, akkor a normális fiúk mit mondanak? Ó, de jó, akkor majd, ha lesz vitamin, edzés, meg VB, vagy én ezeket nem szeretem. De lesz valami ilyesmi, akkor nézzük együtt, tök jó, a gyökér meg mit csinál. Igen, akkor 1973. november 30-án a sárga-piros mezben. Üssétek ma agyon magatokat, amúgy. És ugyanezek a srácok, akik kikérdezik a csajokat, azok, akik hajnal 3-kor azon sírnak, hogy nekem miért nincsen ilyen jó kis gamer barátom, akivel együtt tudnék játszni, mert gyökér vagy. Mert már elküldted a kurva anyjába 3-szor. Mert amikor ott vagy a Cségó lobbiba, akkor azt mondod neki, hogy takarodjál szendvicset csinálni, és de kurva vicces. Ezért nincsen barátnőd. Amelyik fiú est, és az a durva, hogy fordított esetben én nem igazán láttam, biztos van, de nem ennyire erőteljes az, hogyha egy fiú egy tipikusan lányos hobbival ilyen sincsen rendelkezik, akkor a lányok elkezdik kikérdezni, hogy ó, igen, akkor így, meg ez, hanem örülünk, hogy jaj, de jó, neked is, nekem is, de király is, csináljuk együtt, nem az, hogy ez. Srácok, aki ilyen, az lője fel ebbe magát, mert fú, nagyon gáz. Na, szerintem érintettünk egy pár témakört. Én ez egy mini rage. Ha esetleg van hozzáfűzni valótok bármelyik témához, vagy van nektek valami ilyen népszerűtlen véleményetek, akkor nyugodtan írjátok le oda a komment szekcióban. Ha összegyűlik elég, akkor tényleg csinálnék egy ilyen reagálok a ti népszerűtlen véleményetekre jellegű videót. Biztos érdekes lenne, mert tudom, hogy vannak olyan nézőim, nem is kevesen, akik nem feltétlen értenek velem egyet, hanem sokszor csak részleteiben, és tök jó ilyen
kontroll dolgokat tudtok leírni a komment szekcióban, hogy pontosan ezért nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, akármilyen témakörben igazából. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le nem maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!